Hát sziasztok! Én egy tök jó felvezetést kaptam azzal, hogy így a JavaScript-ről és a webes dolgokról volt szó. Szóval megvan alapozva nekem a terep ahhoz, hogy tönkretegyem a koncepcióitokat a JavaScript-ről és megutáltassam veletek a nyelvet. Volt már ez a kérdés elhangzott, de nem biztos, hogy figyeltem. Kik programoztak már JavaScript-ben? Egész jó, kik azok, akik soha nem láttak JavaScript kódot? Jó, lehet, hogy kiálltatok a legjobban. Nekem Stockholm szindrómám van a nyelvvel, szóval nyugodtan elhihetitek, hogy abszolút megéri JavaScript-ben programozni. Amiről beszélni fogok az az, hogy a JavaScript hogyan adja meg a böngészőket. Egy ilyen egyszerű kis példával nézzük meg. Egy nagyon egyszerű oldalunk van. Van egy gif, ami megállás nélkül megy, tudok nyomogatni egy gombot, ami hozzáfűz szövegeket. Hogyan fogom most ezt megölni? Van itt egy másik titokzatos gomb, amit megnyomok, és egyszer csak lefagyott az oldal. Nem megy tovább a gif, nem tudom kattintani a gombokat, és ha elég ideig várok, akkor a Firefox be fog szólni, hogy hello, lehet, nem biztos, de lehet, hogy ez az oldal lassítja a böngésződet. Köszönöm szépen! Megpróbáljuk kideríteni, hogy ez miért történt. Szóval a nagy kérdés, ki ölte meg a böngészőmet? Azt már tudjuk, hogy a JavaScript, ez így leesett valószínűleg. De pontosabban a JavaScript event loop. Azt fogjuk felfedezni, hogy ki ez az event loop, miért ölte meg a böngészőnket, és miért van egyáltalán szükség rá. Hát az event loop az nagyjából úgy fogható föl, hogy van két ilyen kis hely, ami között mászkál. Így ennyi az előadás, köszönöm a figyelmet, remélem megértettél. Ez a kis tár. Ez a kis tár, aki szaladgál ide-oda, mint a mérgezett tegér, ő a main thread, a főszál, az egyetlen szál, amin a JavaScript dolgozik. Nem fog elkezdeni kis mellékszálakat spannolni, azaz tud, de a főszál, ami összefogja az egészet, az ő lesz. Egyszerre egy dolgot tud csinálni. És két hely között szaladgál, az egyik az úgynevezett callback queue, ez egy nagyon csúnya kifejezés, majd valamit kezdünk vele, a másik pedig az úgynevezett render queue. Kicsit sarkítva, ez a kettő felel azért, hogy az oldal működjön és megjelenjen. De mivel nem szeretnénk ezeket így hívni, ezért képzeljük el őket valami kis hasonlattal. Legyen ez a srác, aki szaladgál egy hallgató, és szaladgáljon az északi és a déli épület között lármányosan. Pontosan? A déli épületben órái vannak, órák, amiken kötelező a részvétel, tehát mindenképpen bejár minden órájára, és ott megcsinálja a feladatot. Az északi épületben normális büfé van, ahol néha átnéz, hogy van-e valami kaja. Átnéz, megnézi, hogy ott van-e kaja, eldönti, hogy most eszik-e vagy nem. Nagyjából így lehet elképzelni, és felfedezzük, hogy mit csinál a déliben, és mit csinál az északiban. Ahogy így szaladgál, így el van egy darabig, beérkezik az első feladata, az első óra, amire be kell mennie. Innentől kezdve nem fut tovább sem erre, ott marad a déliben, és azt mondja, hogy oké, én bemegyek az órámba, mi lehet ez az óra? Bármilyen utasítással, ami megjelenik, egy valamilyen timeout függvény, ami oké, letelt az idő, most én ezt szeretném meghívni, ami itt történik, vagy esetleg a felhasználó megnyomott egy gombot, és el kell végezni egy feladatot. Bármi is legyen itt, ez beérkezett, ez a kis fehér kocka, és végre kell hajtani. Bemegy az órájára, megkapja a feladatot, valamennyi időt igénybe vesz neki, általában ez egy elég rövid idő, mert elég gyorsan dolgozik kis feladatokkal, elvégezte a feladatot, és innentől kezdve mehet tovább. Járkál ide-oda, egyszer csak megérkezik a következő feladat, ezt ő észreveszi, és rögtön nem megy tovább. Jön ez a feladat, de hirtelen, mint az Isten, beérkezik még egy feladat. Mi fog történni? Ezt kicsit lehet szemléltetni. Gyere! Szemléltetni fogjuk egy hallgatóval, hogy mit is jelent az, hogy két feladat van ott jelenleg. Két nagyon egyszerű feladatot fogsz kapni. Itt ez az 1 eurós. Visszakaptad! Ezt fognod kell. És dobálni. Minden alkalommal, amikor feldobod, ránézel, megmondod, hogy fej vagy írás. Ez eddig oké. Ezt csinálod, majd hogyha nagyon unod, akkor kérdezd rá esetleg, hogy mennyire járunk, majd én számolom. A másik feladatod az lesz, hogy megkérdezz Davitól az időt. Te egy szálon futsz, egyszerre csak egy dolgot tudsz csinálni. A hely? Nem, azt csinálod, majd szólok, hogyha azzal végeztél.
Kicsit hangosabban, hogy hátul is hallják. Fel! Mennyi lottózni? Íres. Neki kezd nagyon kiszáradni a szája, és nagyon szeretne már átjönni az északi épületbe. Csinál! Nagyon szeretne már átjönni az északi épületbe. Mert nagyon szárad ki a szája. De mi a szerencsétlen kettőt? Fej. Írás. Írás. Hogy érzed, ezt mennyi ideig kell csinálnod? Ezt. Addig azt nem mondod, hogy fejezzem meg. A probléma ezzel, hogy történt egy olyan feladat, ami soha nem fog feloldódni. Elkezdte ezt a kis whiteboard csinálni, és hát a következő feladat, az megállt. A következő feladat pedig ott csücsül, hogy szia, jöhetek? Nem, még ezt befejezem. Jó, de most már jöhetek? Tudod te, hogy mennyi ideig tart egy végtelen ciklus lefuttatni? Benne van a nevében. Ameddig ez a whiteboard fut, addig nem csak, hogy nem fog tudni belekezdeni a következő feladatba, hanem nem megy át az északiban. És az északi épület, a render queue pedig azért felel, hogy frissüljön a megjelenítés. És hát a megjelenítés az pedig szintén ott ül, hogy szia, tudod, nekem van egy ilyen dolgom, meg kell jelennem 60-szor a képernyőn másodpercenként, erre, hogy mikor tudunk sort keríteni. Várjál, nyugodj, végtelen ciklus. Várjuk ki a végét. És ezért fog az történni, hogy amikor én megnyitok egy ilyen oldalt, ahol van egy gomb, ami azt vissza annyit fog csinálni, hogy váltjú, az oldal meghal. Elvesztettem a kurzoromat. Az oldal meghal, a render queue áll, hogy nekem igazán dolgom lenne. A mainthread pedig áll, hogy nekem is, tudom, hadd csináljam már végig. És éppen ezért nagyon könnyű ezzel az egykeres dologgal megölni a JavaScriptünket. Tegyük föl, hogy mégiscsak valahogy véget ért ez a byte-through, mondjuk megöltük a honlapot. Vége a feladatnak, sikeresen elvégeztük. A következő óra előtt, mielőtt belül a következő órájára, tök mindegy mennyi áll a sorban, az event thread, a main thread mindenképpen még egyszer el fog szaladni az északiba. Mert lehet, hogy hirtelen frissíteni kell a view-t. Nem biztos, hogy ezt még ő kérte, de azért megnézi. Ezt követően bejön a következő feladat, amit már el tud végezni. Elvégzi ezt a feladatát, viszont nekünk nagyon sokszor kell, hogy... Jó, ez így nem igaz, hogy nagyon sokszor kell, hogy végtelen ciklusokat gyártsunk, de tudunk olyan végtelen ciklusokat gyártani viszont, amik nem fogják blokkolni ennek a megjelenését. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha megint elindul ez az egész, akkor egy olyan ciklust írunk, aminek az egyetlen feladata, hogy ahelyett, hogy újra és újra és újra lefut, nulla másodpercenként újra meghívja önmagát. Ez miben fog változni? Míg egy while through, egyetlen utasítás, és minden, ami benne van a scriptben, azaz az utasítás halmaz lesz, addig egy ilyen újra és újra meghívós dolog annyit fog csinálni, hogy jön a feladat, és elvégzi a feladatot. Mi az elvégzendő feladat? Újra meghívni önmagát. És aztán újra jön a feladat. Mi a feladat? Újra meghívni önmagát. És éppen ezért, azzal, hogy újra és újra lefut ugyanaz, de cserébe van ideje átmenni az északi büfébe, venni valami kaját magának, tehát renderelni, kiküszöbölhetjük ezt az egészet. És hogyha írunk egy ugyanilyen oldalt, ami már hasonló dolgokat csinál, és ugyanígy elindítjuk a végtelen ciklust, nem fog lehalni az oldal. És tudunk kattingatni, minden ugyanúgy megjelenik. Fut a háttérben attól még ez a végtelen ciklusunk, de nem fogja blokkolni azt, amit csinálunk. Ugyanis nem szól bele abba, hogy egyszerre egy szálon futunk. Hogyha ez megvolt, van egy másik kis módszerünk is, amivel ugyanezt elérhetjük. Ez pedig, hogyha beállítunk egy olyan intervallumot, ami újra és újra és újra meghívja önmagát. Ez egy kicsit más lesz, ez annyit fog eredményezni, hogy rögtön bejön nagyon-nagyon sok feladat egymás után. Attól még ugyanúgy haladni fog a main thread, ugyanúgy mászkál át az északiba, csak most folyton megjelennek a feladatok, nem csak akkor, amikor elértük őket. Ami nekünk ugyanúgy jó, mert still átmegyünk a túloldalra, frissítjük a nézetet, és nem kell amiatt aggódnunk, hogy lehalt ez az egész. Kérdés? Nem. Ja, nem jó. Megállt. Végre ért a végtelen ciklus.
Viszont a kérdés, hogy mi is történik a túloldalon, hogyan is frissül a nézet. Mert hát valaminek azért ott is kell varázsolódnia. Minden alkalommal, amikor átmegy a mainthread a túloldalra, az északi épületbe átmegy a hallgató, és azt mondja, hogy oké, én most enni fogok, frissíteni fogom a nézetet, fix dolgai vannak, amiket el kell végezni, nem feltétlen megy be, de amint bement ezen az ajtón, négy feladata van. Ez a négy feladat fordított sorrendben a paint. A paint azt jelenti, hogy kirajzolja azt, amit megkapott. Ez az, amit utoljára elvégez. Bármi, ami előtte történt, az a változtatás most ki fog rajzolódni. Például frissül a gif, például változik valami stílusosztály. Amit megmondtunk neki a kódban, hogy csináljon, ez történhetett akár ott korábban, akár valahol máshol majd egy másik lépésben. A layout, ez az a lépés, amikor összerakja magának az oldalt. Ezek nyilván nagyon gyorsan történnek meg, szóval mi fel se fogjuk, hogy ezeket összeépítette, de ő ezt meg kell, hogy csinálja. A style, nyilván a stíluslapok azok már a stíluslapok beállítódnak, amiket majd a paint kirajzol egy későbbi lépésben. És mi a negyedik lépés? A negyedik lépés egy nagyon hosszú nevű dolog. Ez az úgynevezett Request Animation Frame. Ez egy olyan nagyon okos találmány, ami annyival foglalkozik, hogy még azelőtt, hogy mi csinálnánk valamit a kirajzolással, kérünk valami kódlefutást. Ez mit eredményez? Azt eredményezi, hogy mi, ha mi ideírunk kódot, hogy mutogatok, így mutogatok, ha ideírunk kódot, és ide érkeznek be a kis parancsok, azok random valamikor le fognak futni. Amikor éppen visszaér a main thread, amikor a hallgató visszaér a déli épületbe, beül az órájára, elvégzi a feladatot, és megy vissza az északiba. Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy ezek milyen gyakorisággal, meg mikor történnek. A main thread mászkál fel alá, végzi a feladatokat, egyszer csak azt mondja, hogy jó, akkor én most a megjelenítést elintézem, és aztán megint mászkál ide-oda. És ezzel az a probléma, hogy nincsenek szépen elosztva a feladatok. Viszont ez, a Request Animation Frame, annyit fog csinálni, hogy fixen, amikor a hallgató bemegy az északi épületbe, a kezébe nyom valamit, hogy szia, ezt a feladatot most csináld meg, mielőtt kajálsz. És megcsinálja a feladatot, mielőtt kajál. És ezt követően szépen végigmegy az egyes lépéseken. Megcsinálja a feladatát. Ezt követően jön a stílus. Beállítja a stíluslapokat. Valamilyen stílus kell alkalmazni a bodyra, aztán valamit erre az elemre, mert azt szeretni a felhasználó, a programozó, hogy nagyon csúnyán nézzen ki az oldal. Nem baj, ő ezt megcsinálja. Módosítja a layoutot, ha erre esetleg szükség van. És ezt követően kirajzolja az egészet. Kirajzolta az egészet, és el tud kezdeni újra futni fel alá. És ugyanezeket a lépéseket ismételgeti megállás nélkül. Ami tehát egy nagyon nagy erőssége a JavaScriptnek, és ami miatt nagyon könnyű megszeretni, hogy egészen determinisztikus módon működik ilyen szempontból, ha tudjuk, hogy mit csinálunk. Nyilvánvalóan nagyon furcsa jelenségek csalhatóak vele elő. Például, ha elkezdünk olyanokkal játszani, hogy bepakolunk valamit egy Request Animation Frame-be, amiben rakunk egy másik Request Animation Frame-et, amiben rakunk egy másik Request Animation Frame-et. Ez azt fogja jelenteni, hogy ő kap egy feladatot az északi épületben, és ha legközelebb az északi épületben jár, ezt rögtön csinálja meg. Aztán megint rögtön csinálja meg. És ezzel gyakorlatilag le tudjuk azt szabályozni, hogy úgymond két kockánként, ez így nem igaz, frissítésenként, mi történjen a képernyőn. És sokkal jobban ütemezzük a feladatokat. Ami ezzel szintén elkerülhető, hogyha van egy ilyen nagyon csúnya kódunk, ami beállít egy stílusosztályt, aztán elveszi, aztán beállítja, aztán elveszi, aztán beállítja, aztán elveszi, nem lesz az az eredménye, hogy a felhasználónak ez ott villog. Ugyanis ez mit fog csinálni? Valahol lefut egy ilyen kis fehér kockában, vagy ott az elején, vagy itt a Request Animation Frame-mel, és amikor eljut odáig a main threadünk, hogy oké, akkor most ezt rajzoljuk ki, hogy csak mit fog látni? A legutolsó az volt, hogy remove. Akkor ezzel nem fogok foglalkozni, ezt remove-oltam. És éppen ezért nem kell amiatt aggódnunk, hogy a felhasználó hirtelen meglátott valami kis elemet, vagy valami csúnyaság történt, hanem sokkal egyszerűbben lehet azt mondani, hogy én tudom, hogy ez a felhasználó nem jelenik meg, hiszen addig nem jutott el a main thread, mind, hogy addig nem jutott el a kirajzolás, mert az utolsó utasítást nézte, ami neki megjött. És gyakorlatilag ez az event loop, ami mindent megöl nagyon leegyszerűsítve. Volt szó mikroszerviszekről, amik ebbe szépen bele tudnak szólni, mert teljesen máshogy működnek, csak nem gondoltam, hogy fel fog jönni, és ezért nem tettem bele. Amik nagyon szépen bele tudnak szólni abba, hogy hogyan rajzol ki. Ugyanis még azt láttuk,
hogy az ottani dolgokat úgy csinálja meg, hogy lejön egy feladat, megcsinálja, aztán elmegy még egy körre. Lejön egy feladat, megcsinálja, aztán elmegy még egy körre. Amiket itt csinál, azok úgy működnek, hogy benn vannak a feladatok, megcsinál minden feladatot, ami bejött, és ezt követően, ha közben jöttek be új feladatok, azokat majd a következő körben. A microservice-ekkel nagyon könnyen eljátszható az, hogy egy kicsit megöljük a weboldalt. Ugyanis a microservice-eket viszont úgy fogja feldolgozni, ezt képzeljük el úgy, mintha DTK építetett volna egy harmadik épületet, és oda is szaladgálni kell. B-épület. Ez így van. És amikor a B-épületben valaki a sörrel megkínál, és megkínál még egy sörrel, akkor azt is megiszol, és megkínál még egy sörrel, akkor azt is megiszol. Mert udvarias ember. És ha egy microtask hoz egy másik microtaskot, mielőtt végze, akkor ő ezt meg fogja csinálni. És újra megcsinálja. És újra megcsinálja. És éppen ezért ezekkel is nagyon szépen elérhető azt, amit először néztünk, hogy a GIF meghalt, mert nem tud frissíteni, mert a srác kincselezik a B-épületben, nem jár be az óráira, és már remény is elfelejtett. És gyakorlatilag ez a JavaScript eventül nagyon röviden. Köszönöm a figyelmet! Értünk most minden előadón, hogy esetleg valami kérdésetek lenne még hozzá, akkor nyugodtan. Igen? Ennek mi értelme van a valós életben? Hát, hogyha bármire... hogyha bármilyen kódot írsz ugye JavaScriptben, ez fut mögötte. Szóval ha tudod, hogy hogyan néz ki a mögöttes modell úgymond, hogy a böngésző mit csinál, akkor erre tudsz építkezni. Valamilyen furcsa jelenséget tapasztalsz. Például el akarod azt érni, hogy van egy négyzeted, így a, valahol a domban, és szeretnéd, hogy ez elmenjen ide, aztán visszajönjön a cucc feléig. És ha te ezt úgy írod meg, hogy oké, akkor beállítom stíluslapnak azt, hogy, vagy stílusnak azt, hogy itt álljon, aztán rögtön beállítom, hogy menjen át ide, aztán rögtön beállítom, hogy jöjjön át ide, akkor te ebből annyit fogsz tapasztalni, hogy a négyzet így elmozdul a feléig. Miért mozdult el a feléig? Azért mozdult el a feléig, mert te megadtál három utasítást, ő megcsinálta ezt a három utasítást, és csak azt állított el addig, hogy frissíti a nézetet. És éppen ezért, hogyha nem tudod, hogy működik mögötte, akkor ott fogsz fölötte ülni, mondjuk két órát divagolva, hogy ez miért nem működik, amíg rájössz, hogy azért, mert ezt külön kéne requestelni, hogy előbb ez fusson le, és aztán menjen csak vissza a feléig a nézet. Ez most egy ilyen nagyon csarkított példa, de... Előfordult már nekem egy olyan probléma, hogy egy időzítőt szeretem volna csinálni, vagy egy vegyes topkárt. És ennek az eventnak, ez a request animation frame, ez meg tudja azt mondani, hogy például, hogyha van egy olyan jelenség, ha például valaki set intervallor 1000 millisekundum alatt, és a fókusz az nem az aktuális tabon, ahol ez a JavaScript fut, a böngésző berakja egy ilyen loft priority módba, és a set interval nem fut tovább. Hogy ezt a request animation frame, ezt ki tudja küszöbölni? Ki kéne neki, mert ugye pont az a lényege, hogy megmondod neki, amikor bemegy az északiba a srác, vannak ilyen különböző prioritásai, hogy mikor megyek be az északiba. Nyilván akkor, hogyha itt az ideje, hogy frissítsem a nézetet, általában 60 Hz-zel frissít. Viszont, hogyha a háttérben van, akkor közli vele, hogy nem kell frissítened. És a request animation frame dolga, hogy ezt megcsinálja. Hogyha a kód azt mondta, hogy most igenis te frissíteni fogsz, akkor neki oda kell menni és frissíteni a nézetet. Nem próbáltam még ezt ki valóságba, szóval nem tudom, hogy tényleg ez történik-e. De a request animation frame alapötlete alapján ezt gondolom, hogy ez fog történni. Én kézzel a szakest visszakérdezek, mi visz rá arra valakit, hogy webben bármire időzítőt használjon? Az, hogy megterik a stack frame. De akkor sem időzi. Az, hogy enkorban csökkentett kódot nem tudod használni, ezért inkább 8 percenként újra frissíted az oldalat, csak hogy működjön a... De akkor azt ne jelmoz ki, Becsel, írj egy vezérlést hozzá. Mondd a kérdést! Tehát, hogy technikailag szerver módon, ahogy elkezdett hackerni a böngészőt,
Az fura lesz. Csak annyi, hogy a service workerek, ezek a microservice-ek, nem tudom, hogy ezek ugye attól még külön szállal mennek, amikor egy harmadik rendben. Igen. Hát általában ez a promise resolve-ok szoktak ilyen problémát okozni, például huha, hát ezt most visszakeresnem mindjárt. Van erre egy egészen jó példa. Mindjárt megkeresem. Ja, meg be kéne kezdeni. Azt nem tudom, hogy automatikusan service worker bekerül le, de úgy tudom, Microsoft-ként futnak le. Szóval én azt hiszem, mindjárt megkeresem. Az. Akkor én személyesen használtam service worker-t, én azt hiszem, hogy ez egy direktbe úgy adod meg a taskot, hogy ezt most egy másik worker-re vigyen. Akarok mutatni egy példát, ami pont ez a microservices megjelenítés, csak nem tudom, hogy hova. Nem hiszem, hogy egyáltalán nem jelenik meg. Szóval, nem látszik sok. Szóval van egy ilyen kódrészlet, az a lényege, hogy van egy gomb, ami van egy event listener, és két dolog történik minden egyes alkalommal. Az első, hogy van egy promise, ami resolvolódik, és rögtön a resolve-ra kiíródik az, hogy alma, valamint ezt követően kiíródik az, hogy körte, és ugyanez el van játszva még egyszer ugyanazzal a gombbal, úgyhogy barack és szia van. Szóval, hogy a promise iratja ki azt, promise. Rizolvolása iratja ki az almát és a barackot, míg a button megnyomása a promise után, kóstruktúrailag a promise után az, hogy körte és hogy szilva. És igazából itt az az érdekes kérdés, hogy mi fog kiiratódni, és ezt a microservice-ek sorrendjével lehet majd indokolni. Itt szépen szavazott egészen pár ember, hogy mi lesz a sorrend. A legnépszerűbb az volt, hogy a körte és a szilva kiiratódik egymás után, és ezt követően valamilyen sorrendben megjelenik az alma is a barack, tehát ugye amiket a promise-ok resolvoltak. És az a helyzet, hogy ez nem igaz. Ez egészen jól definiált sorrendben történik meg, és a 0%-os válasz, a körte alma szilva barack lesz a jó. Azért, mert olyan sorrendben fut le, hogy megnyomja a felhasználó a gombot, megtalálja a script az első dolgot, amit csinálnia kell, első event listener, resolvolja a promise-t, ami bekerült a microtaskok közé, viszont közben ott a másik körte, ami szintén bekerült a queue-ba. Kiírja azt, hogy körte, és ezt követően, mivel van microservice a queue-ban, azt meg fogja csinálni. És ezután megy tovább arra, hogy oké, van még egy event listener-em, azt feloldom, és ugyanezt eljátsza rá. Bekerül a microservice, de közben még van kód, amit megcsinál, és aztán szépen a barack is kiiratódik a szilva után. Ami viszont nagyon érdekes, hogyha nem a felhasználó nyomja meg a gombot, hanem mi a scriptben azt mondjuk, hogy megnyomjuk a gombot a scripttel, akkor más lesz az eredmény. Ugyanis akkor az alma és a barack az egymás után fog kiiratódni, mert egyszerre kerül be mind a kettő script részlet, úgymond, a böngészőben, hogy akkor ezt most fel kell dolgozni, és a script ezt fel akarja dolgozni, és szépen a körte és a szilva, mind script, le kell, hogy fussanak azelőtt, hogy bármi más tudna csinálni. És a promise-ok csak aztán rizolvolódtak, de csak aztán fognak a függvények lefutni. Nem biztos, hogy válaszoltam a kérdésedre, csak megmutattam valami extrát lehet. Hát úgy nagyjából. Ez, nekem ez a saját async queue sorrendje. Nekem ez a példa. Igen. Nem tudom, hogy ez implicit indített Reddit, mert én akkor nem foglalkoztam ezzel, amikor worker taskok is léteztek meg ebben. Hát ezt én nem tudom. Le lehetne tesztelni. Annyira nem bonyolult a kódrészlet, hogy szerintem haza lehet vinni és megjegyezni addig. Ezt amúgy mindenkinek ajánlom, hogy ilyeneket, aki már találkozott JavaScript-tel, próbálgasson. Promise-okkal érdemes játszani, event listener-ökkel, illetve a timereket belevinni, hogy egy kicsit basszassuk még az event queue-t. Van még kérdés? Hát akkor köszönöm szépen. Kicsit többet mutattam meg, mint amit terveztem. Hát,
Köszönöm.